Egységes fejlesztés. Aláírták a terület és településfejlesztési operatív program turisztikai konzorciumi megállapodásait a megyeházán. Jó árat fizetnek érte, duplája, akár 220 forint is lehet idén a megy felvásárlási ára kilónként, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Vízügyi fejlesztések. 60 milliárd forintot fordítanak a Felső-Tisza vidékére a Nemzeti Víz stratégiában. Aláírták a terület és település fejlesztési operatív program turisztikai konzorciumi megállapodásait a megyeházán. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ma két turisztikai térség képviselői nyugtázták a fejlesztési elképzeléseket. A megyei önkormányzati hivatal a turisztikai konzorcium vezetőjeként települési önkormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel is együttműködik annak érdekében, hogy egységesen fejlődjön a térségek turisztikai potenciálja. Több mint 3 milliárd forint, és van 50 beruházási elem, és több mint 40 település. Ezek a megyei terület és településfejlesztési operatív program turisztikai fejlesztéseivel kapcsolatos számadatok. A korábbi pontszerű fejlesztéseket igyekeztünk egy integrált, közös ernyő alá hozni, mint marketing, mint pedig szervezetfejlesztési szempontból, tehát nem csak a infrastruktúrális beruházásokra gondoltunk, hanem a további működésre is, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból sokkal többre megyünk, sokkal többre mennek az egyes települések, hogyha nem elszigetelt módon, hanem integráltan fejlesztik a turizmusukat, a turisztikai potenciáljukat. Négy turisztikai fejlesztési térséget jelöltek meg, ezek közül az egyik a Szatmár-Beregi. Ehhez 14 település tartozik, itt is jelentős a fejlesztésre szánt összeg. Egy több mint 1 milliárd 300 millió forintos projektről van szó, ebből 161 millió forint érinti Gergely-Gornyát, Vásárosnamény, a Bereg szívét, és azt hiszem, hogy ez mindenképpen fontos kitörési pontja a városnak, hiszen a Gergely-Gornyai Tiszapartra a lapátos pihenőhely mellett most már közel 230 millió forint forrás kerülhet oda, és vált a Tiszapart olyanná, amilyenné a 21. század ifjúsága, a családok szeretnék látni, és ezen dolgozik az önkormányzatunk is. A képviselőtestületünk egyhangulag támogatta azt a döntést, amellyel ezt a konzorcium megállapodást ma aláírhattam, és ennek tükrében ez a forrás méltó helyre kerülhet, és olyan beruházások valósulhatnak meg Gergely-Gornyán, mint ingatlanvásárlás, fejlesztés, aztán ezen kívül free wifi ellátott kikapcsolódásra alkalmas hely, továbbá mobil játszótér. A turisztikai konzorcium vezetője a megyei önkormányzati hivatal számos partnerrel, például egyházakkal, civil szervezetekkel és a megyei fejlesztési ügynökséggel működik majd együtt, hogy a fejlesztések szakszerűen valósuljanak meg. Duplája, akár 220 forint is lehet idén a megy felvásárlási ára kilónként, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Rácz Imre hozzátette, idén országosan mintegy 60 ezer tonna meggyel számolnak, ez 30%-os kiesést jelent a kimagasló évek átlagához képest. A termés mennyiség csökkenésének oka a zord téli időjárás, a hideg április, és az, hogy elhúzódott a virágzás. Hazánkban a megy termőterülete közel 13 ezer hektár nagyságú, ebből mintegy 4 ezer hektár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, így ez az egyik legnagyobb megytermesztő régió. Ettől az évtől komoly változás érint minden őstermelőt. Szerződést kell kötniük a friss megy értékesítéséről. Körülbelül 4 éve dolgozunk ezen a kamara is, közreműködik a kisebb termelőket képviselve azzal kapcsolatosan, hogy ne akkor szembesüljenek az árakkal, amikor már le van szedve a megy és elviszi az értékesítési helyre, hanem előtte a szerződési formában rögzítjék. Még talán nem is biztos, hogy kötelező az árat rögzíteni, csak azokat a feltételeket rögzíteni, hogy a feldolgozó mit vár el, és akkor körülbelül annak mi lesz az ára, de mindenképp szerepelni kellene vagy a feltételeknek, vagy az árnak. Rácz Imre szerint ez azért fontos, mert a feldolgozó a szerződéseknek köszönhetően előre tud tervezni a megy mennyiségével, az őstermelő pedig nem az utolsó percben keresne felvásárlót. Hozzátette, a közeljövőben valószínűleg bevezetnek egy minimum termés mennyiséget, hogy azoknak, akiknek egy-két mázsa gyümölcsük van, ne legyen kötelező szerződést kötniük.
A próbaév után a következő szezonban vezethetik be a módosításokat. Idén a tervek szerint 180-220 forint lesz a megy kilogrammonkénti felvásárlói ára. Ez az összeg kétszer annyi, mint tavaly. Annak is köszönhető az emelkedés, hogy kevesebb a termés a januári mínusz 20 fokos zord téli időjárásnak és az áprilisi lehűlésnek köszönhetően. Elhúzódott a virágzás, esős csapadékos idő volt, a méhek nem jól porosztak, így a megkötött medgyek is ilyen, ahogy elhúzódott a virágzás és a kötés, ilyen változó méretűek lettek, és nagyon úgy néz ki, hogy még amik apróbbak, azok le is fognak húlni. Így a 30%-tól magasabb kiesés várható. Nyilván ez Magyarországon is befolyással lehet a termés mennyiségére, vagy lesz is. Egy ilyen 55.000-60.000 tonnát várunk, és kimagasló években a 90.000-et is elérjük, de talán nem is ez határozza meg az árakat, hanem az, hogy Lengyelországban, ahol 200.000 tonnától is többet szoktak termelni, ott is körülbelül 70-80.000 tonna kiesik a fagy miatt. Ha lesz érdeklődés Lengyelországból, és ebben az évben nem behoznak majd gyümölcsöt, hanem kivisznek, akkor az szintén pozitív irányba lendíti a magyar piacot. Ez még inkább segíthet az áremelkedésen. 60 milliárd forintot fordítanak a Felső-Tisza vidékére a Nemzeti Vízstratégiában. A Kvasai Jenő tervben a Tisza túr torkolatánál egy újabb tározó épül meg. Felújítják a Tivadari hidat és folytatódhat a térségben a gátrendszer megerősítése is. Ezek mellett a fejlesztési terv korszerű táj- és vízgazdálkodási beruházásokat is tartalmaz. Települési szintű beruházásokat is tartalmaz a Kvasai Jenő terv, a Nemzeti Vízstratégia, ami a Magyar Vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve. 280 milliárd forint fordulhat az országos vízügyi fejlesztésekre, ami a mai kor kérdéseire reagál, kiemeli a vízkár elhárítást, a beruházások nagy része az ár- és belvízvédelmet, aszálykár elhárítást szolgálja, mondta el a közelmúltban a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság főmérnöke Kató Sándor 35 perc című műsorunkban. Itt a Környezet és Energiahatékonyság operatív programnak a forrásaira alapozva apró pénzeket lehet váltani. Itt elhangzott, hogy megyénkben, vagy itt a Felső-Tisza vidékén több mint 60 milliárd forint az, ami rendelkezésre áll a fejlesztésekre. Ezeknek a jó része, nagyobbik része, hiszen itt a feladat is jóval nagyobb, főképpen a víztöbletek kivédésére szolgálnak, tehát az ár- és belvizeknek a megfelelő szintű kezelésére. Itt összességében három olyan nagyobb projektet lehet megemlíteni, ami összességében egy 55,5 milliárd forint nagyságrendet tesz ki. Itt meg fog valósulni több mint 33 kilométer hosszban a töltéseknek a előírt szinte való kiépítése, és hát megépül egy újabb tározó a térségünkben, a Tisza túr torkolatánál, egy összességében 45 millió köbméter víz befogadására alkalmas tározó. A Tivadari híd felújítása is bekerült a fejlesztési csomagba, és a következő két hétben elindul a beregi tájgazdálkodási program, mondta el a főmérnök. A beregi árapasztó tározónál kutatásnak megújítják a vízkormányzó berendezéseket. A vízstratégia a vizek kezelésével és állapotával kapcsolatos célokat is kijelöli, és ezek eléréséhez olyan intézkedéseket tartalmaz, amely óvja a vizek állapotát és észszerűsíti a felhasználását. Változtak az időjárási viszonyok, szélsőségesebb lett az időjárás, sok a csapadékmentes időszak. A vízügyi szervezetnek a gazdálkodókat, az ipari üzemeket is ki kell szolgálni, és a meglévő vízkészlet mennyiségét és minőségét megfelelő szinten kell tartani. A települések kommunális vízellátását a vízi közművek biztosítják, a programban ezeket is fejlesztik. 20 millió forintot különített el a kormány annak a mátészalkai vasúti átjárónak a fejlesztésére, ahol 2011-ben halálos baleset történt. A város polgármestere levélben kérte a MÁV-ot, hogy oldják meg a fénysorompó láthatósági problémáit. A kormány és a vasúttársaság támogatásával a következő hetekben kicserélik a jelzőlámpákat, és egy felkarú sorompót is elhelyeznek a veszélyes átjárónál. Ennél a mátészalkai vasúti átjárónál történt halálos baleset 6 évvel ezelőtt.
A forgalmas Móricz Zsigmond utcán egy általános iskola és egy óvoda is található, amelyekhez ezen keresztül kell áthaladni a közlekedőknek. A legnagyobb körültekintés mellett is nehéz észrevenni az érkező vonatot, illetve a fénysorompó jelzését. A település polgármestere Hanusi Péter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hónapokon belül biztonságosabbá teszik itt a közlekedést. 2011-ben halálos kimenetű baleset is történt itt sajnos, egy tragédia. Az elmúlt hetekben is történt, szerencsére személyisérüléssel nem járó, de jelentős anyagi kárral járó baleset itt. Az elmúlt napokban tudomást szereztem róla, hogy hamarosan a Magyar Államvasutak a kormány beavatkozása nyomán soron kívül elvégzi ennek a Móricz Zsigmond utcai vasúti átjárónak a félkarú sorompóval való kiépítését, illetve a jelzőlámpának a lámpáit korszerű ledes eszközökre cseréli ki, jól látható eszközökre. A polgármester Kovács Sándor országgyűlési képviselővel és Bakos Olivier rendőrkapitánnyal levelet írtak a MÁV-nak. Ennek köszönhetően a vasút társaság 20 millió forintot fordít a fejlesztésre. Robogós és haszonjármű ütközött ma délelőtt Nyíregyháza Borbányán a pásztor közben. A robogó vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A rendőrség egyelőre vizsgálja, ki okozta a balesetet. A hiány szakmában tanulók ösztöndíjat kapnak középiskolai éveik alatt. Ez 10 és 30 ezer forint között van havonta. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Teljes a kisvárdai női kézilabda csapat játékos kerete. A 9 távozó helyére 9 új, többségében magyar, illetve külföldi válogatott játékos érkezett. A csapat július 17-én kezdi el a felkészülést Mátéfi Eszter szakmai igazgató és Dévényi János edző irányításával. Tavalyi szereplését megismételve a második helyen végzett a megyei első osztályban a nagyecsedi futballcsapat. Ádámszky Róbert együttese 14 győzelem mellett 6 döntetlent játszott és 8-szor szenvedett vereséget. Mintegy 30 diák gyakorlati képzését biztosítja egy ibrányi gépi forgácsoló cég. A hiány szakmában tanulók ösztöndíjat is kapnak középiskolai éveik alatt, ez 10 és 30 ezer forint között van havonta. A duális képzés bevezetésével pedig munkahelyi körülmények között ismerhetik meg választott szakmájukat a tanulók. Gyakorlati oktatáson vesznek részt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós Szakgimnázium és Incédi György Szakgimnázium diákjai. Itt mindenki hiány szakmát tanul, ezért ösztöndíjat is kapnak. A 9. osztályosoknak első fél évben egységesen havi 10 ezer forint jár, a második fél évtől pedig tanulmányi átlag alapján kapnak támogatást. Ennek mértéke maximum 30 ezer forint lehet havonta. Ezt az ibrányi tanműhelyet a cég saját, valamint Európai Uniós forrásból még tavaly építették. Fémipari szakmában tanulókat oktatnak. Ezt a tanműhelyet azzal a célra hoztuk létre, hogy utánpótlást nem menjünk be, folyamatos munkaerőgondokkal küzdünk, és így úgy gondoltuk, hogy talán előnyösebb mindenki számára, ha csinálunk egy olyan tanműhelyet, ahol a szakma elvégzése után, sikeres szakmunkás vizsga után munkahelyet is tudunk biztosítani a tanulók. A cég fő profilja a gépi forgácsolás, hazai és külföldi megrendelőknek gyártanak egyedi alkatrészeket. A fémipari szakmában nehéz munkaerőt találni, lakatos, esztergályos és hegesztő területen egyaránt jelentős a szakember hiány. Az Ibrányi Kft-nél a tanulók nem csak oktatáson vesznek részt, magát a termelést is megismerhetik. A tervek szerint a jövőben pedig további taműhelyeket építenek majd. A duális képzés, valamint a gyakorlatorientált képzésnek a megvalósítása mindenképpen indokolttá tette azt, hogy a tanműhelyet létrehozzuk. Létrehoztuk azért, mert itt valóban életközelben tudják megszeretni a szakmát, tudják megismerni annak a szépségét, valamint a rejtélyeit. Szakemberek, nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek segítik a tanulóknak ilyen irányú munkáját. Azt láttuk, hogy a tanulókat érdekli az. Érdekli az, hogy mi történik az üzemben, mi történik majd a tanműhelyben. A cégnél közel 39. és 10. évfolyamos tanuló gyakorlati oktatását szervezik. A munkaerő hiányoka sokszor az is, hogy bár befejezik a diákok az iskolát, azonnal szakmát váltanak, vagy külföldre mennek dolgozni.
Itt Ibrányban hagyományteremtő szándékkal minden diáknak egy császárfa csemetét ajándékoztak. Ezt a tanulóknak kell majd gondozni. Ezzel is a folyamatos és felelősségteljes munkavégzésre szeretnék őket nevelni. Teljes a kisvárdai női kézilabda csapat játékos kerete. A 9 távozó helyére 9 új, többségében magyar, illetve külföldi válogatott játékos érkezett. A csapat július 17-én kezdi el a felkészülést Mátéfi Eszter szakmai igazgató és Dévényi János edző irányításával. Az elmúlt évben a feljutás kiharcolása után csak egy szinte kiürült játékos piacon nézhetett szét a kisvárdai klub vezetősége, így idén már a bajnokság vége előtt megkezdték a tárgyalásokat a játékosokkal az illetékesek. A csapat ugyancsak az utolsó fordulóban biztosította be a bennmaradást, de addig már jó néhány kézilabdázóval megegyeztek az elöljárók. Bár 9-en távoztak, több meghatározó játékos, például Jekaterina Dzsukeva, Samira Rosa, Marina Dimitrovics, Olena Umenyec és Orbán Adrián is a közös folytatás mellett döntött. Melléjük 9 új kézilabdázó szerződtetett a KKC. Az őnnel igazolt játékosok közül természetesen a Tricsu Krisztina neve mindenképpen nagyon jól hangzik. Ő a legutóbbi bajnokság volt királynője, válogatott játékos. Úgy gondolom, hogy ő az egyik legnagyobb igazolásunk. Akit még említenék, ha már magyar játékosokról van szó, a Trifa Ági, aki nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy tehát a Békés Csabán nagyon sok pontot sikerült szerezni végjátékokban. Tehát ő is mindenképpen, úgy gondolom, hogy egy jó igazolásunk lesz. A Krim Jubilánától sikerült megszereznünk a Vesna Milanovic Litrét, ismerős lehet a neve, a magyar kézilabda kedvelők körében, mert hogy ő korábban Győrben is megfordult, védekező támadó játékos, tehát azért erre is hangsúlyt fektettünk, hogy egy kicsit taktikai szempontokat is figyelembe vettünk az átigazolásnál. Mellettük az orosz válogatott Mária Gárbuc, a szerb válogatott Tamara Georgiev, valamint 4 fiatal, Balog Judit, Élő Beatrix, Katona Flóra és Marincsák Nikolett kötelezte el magát Kisvárdára. A keret így erősödött, de a konkrét célok kijelölésével egyelőre még vár a klub vezetése. Természetesen föl kell mérnünk, hogy a többi csapat mennyire erősödött, és azután szeretnénk kitűzni a célokat, de azt már most megfogalmazhatjuk, hogy jövőre szeretnénk előrelépni. Az, hogy milyen mértékű lesz az előrelépés, ezt most per pillanat nem tudom elmondani, de minden adott ahhoz, hogy jövőre egy jó szezont, egy eredményes szezont tudjunk produkálni. A kisvárdai csapat július 17-én kezdi el a felkészülést a városi tornacsarnok felújítása miatt a Szent László gimnázium csarnokában. A szakmai stáb változatlan marad, Mátéfi Eszter szakmai igazgatóként, Dévényi János edzőként, Farkas Andrea pedig kapusedzőként foglalkozik majd a kézilabdázókkal. Tavalyi szereplését megismételve a második helyen végzett a megyei első osztályban a nagyecsedi futballcsapat. Ádámszky Róbert együttese 14 győzelem mellett 6 döntetlent játszott és 8-szor szenvedett vereséget. Tavaly újoncként ezüstérmet szerzett a megyei első osztályban a nagyecsed, amely a 2016-2017-es szezonnak is azzal a céllal vágott neki, hogy záráskor ismét ott legyen az élmezőnyben. Az hamar eldőlt, hogy a balkányt aligha lehet megszorítani, így ismét a második helyre fókuszált az Ádámszky Róbert játékos edző által irányított együttes. A bajnokság felénél a második helyen is állt az ecsed, amely a tavasz derekán kissé visszacsúszott a tabellán. A 23. fordulóban aztán visszavette az ezüstérmes pozíciót a csapat, és végül 14 győzelemmel, 6 döntetlennel és 8 vereséggel zárta a bajnokságot, 3 ponttal megelőzve a 3. Tiszavasvárit. Mindent elmond, hogy nem győzzük fogadni a gratulációkat, tehát erre senki nem gondolt, én úgy gondolom erőnfeje felül teljesített ez a társaság, de nem mondhatja azt senki, hogy érdemtelenül lettünk a másodikok. Sikerült összehozni egy olyan társaságot, amilyen kisebb családként működik, tehát nincsenek ilyen kihúzások, nincsenek klikkek, tehát ez nagyban befolyásolja, én gondolom, ebbe az amatőr fociban az eredményességet. Hát erre építünk jövőre is. A játékos edző elmondása szerint több emlékezetes mérkőzést játszottak az elmúlt szezonban. A sikeres szereplést követően, érthetően a pozitív élmények vannak többségben. Volt sok jó pillanatunk is, meg volt ugyanakkor sok rosszabb is. Sorolnám legutóbb például Ibrányban a 92. percben kaptunk egy gólt, azzal lett döntetlen. Hát jó mérkőzés, viszont tudok többet mondani. Sényői győzelem, Balkánban egy X, tehát vannak olyan eredmények, nem véletlenül lettünk másodikok, tehát ahhoz kellettek bravó pontok is, de voltak olyanok, hogy egy Balkánt otthon viszont kikaptunk 5-2-re, egy Vasváriban 3-1-re, de viszont onnan is mindig fel tudtunk állni.
A nagyecseri csapat július 10-én kezdi el a felkészülést. A legutóbbi szezonban 17 fős kerettel dolgozhatott Ádámszky Róbert. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal sem várható jelentős játékos mozgás. A tervek szerint két ifista csatlakozik majd a felnőttekhez. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Aláírták a terület és település fejlesztési operatív program turisztikai konzorciumi megállapodásait a megyeházán. Négy turisztikai térség képviselői nyugtázták a fejlesztési elképzeléseket. A megyei önkormányzati hivatal a turisztikai konzorcium vezetőjeként települési önkormányzatokkal, egyházakkal, civil szervezetekkel is együttműködik annak érdekében, hogy egységesen fejlődjön a térségek turisztikai potenciája. Duplája, akár 220 forint is lehet idén a medgy felvásárlási ára kilónként, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Rácz Imre hozzátette, idén országosan mintegy 60 ezer tonna medgyel számolnak, ez 30%-os kiesést jelent a kimagasló évek átlagához képest. A termésmennyiség csökkenésének oka a zord téli időjárás, a hideg április és az, hogy elhúzódott a virágzás. 60 milliárd forintot fordítanak a Felső-Tisza vidékére a Nemzeti Víz Stratégiában. A Kvassai Jenő tervben a Tisza túr torkolatánál egy újabb tározó épül meg, felújítják a Tivadari hidat és folytatódhat a térségben a gátrendszer megerősítése is. Ezek mellett a fejlesztési terv korszerű táj- és vízgazdálkodási beruházásokat is tartalmaz. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 14-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos, száraz időre számíthatunk. Még csütörtökön is anticiklon alakítja időjárásunkat, marad a mérsékelten meleg, csapadékmentes időjárás. Az éjjeli órákban derült vagy gyengén felhős lesz az ég, esőre nem kell számítani. Az északi szél mérséklődik, reggel általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés felhő, sok napsütés várható csapadék nélkül, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Extrém erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban kerülni kell a napon való tartózkodást. Pénteken nyugat felől hideg front érkezik, amelyek záporok, zivatarok és megerősödő szél kíséretében vonul át felettünk, szombaton pedig egy magassági hidegörvény okoz változékony, az ilyenkor megszokottnál több fokkal hűvösebb szeles időt. Vasárnaptól csökken a felhőzet, már nem várható csapadék és melegszik az idő, a jövő hét első felében kánikulára lehet számítani.